Sziasztok, Painfolyx, itt egy újabb videó, méghozzá az Arena mód a Black Ops 3-ba, ami jóformán egy ilyen, nem tudom, mint a LoL-ba a Ranked, vagy a CS:GO-ba a Ranked, ugye ez körülbelül ilyen, csak a Call of Duty-ba, úgyhogy elkezdünk itt játszani, ezzel a specialisttel fogunk játszani, és már beállítottam a klasszaimat, meg mindent, ahogy látjátok, még egyes rankóak vagyunk, mert még nem játszottunk egyet se, de keresünk is egy Arena meccset. És lesznek bannok, aztán mindenki kiválasztja a saját specialistjét, és így fogunk játszani. Úgyhogy, ja, el is kezdjük mindjárt. Na, 6 perc beállítás után, meg nem tudom miután, el is kezdjük az első meccsünket. És ebbe úgy van, hogy két meccset kell nyerni, aztán fellépsz egy rankot. Úgyhogy megpróbálunk nyerni két meccset értelemszerűen. Meglátjuk, hogy ki milyen fegyvert használ. Én most ezt fogom használni. De attól függően, hogy ki milyen fegyvert használ. Nálunk is van két kettes, és náluk is van két kettes, és két egyes. Úgyhogy középen van a cucc. Becsúszok. És figyelem a seggünket. Jó, eddig jól haladunk. Azt a mindenit, hogy kilőttek onnan. Az ellenfélben már csak hárman vannak. Hát de hogyha az ellenfélben már csak hárman vannak, akkor felesleges játszani. Hello. Oké, ott legalább volt egy kill. Fogalmam nincs, hol lesz a következő hardpoint. Ez az, szereztem egy csomó pontot. Hoppá! Úgy meg fognak mindjárt ölni, mint az állat. Hát, megöltek mindannyiunkat. Úgyhogy ez kellemetlen. Mennyi vagyunk 7-4-be. Ja, hogy... Így. Haha, megöltem. Jó, most mehetünk a következő hardpoint felé. LOL. Kinyírtam véletlenül két csapattársamat és magamat. Rájöttem, hogy itt a csapattársaimat is meg tudom ölni.
Rossz helyre guggoltam be oda a sarokba. Ajajaj, azért néhányuk tud játszani. Sajna, bajna. Például az a gyerek. Úgy kiszedett egyből, hogy pislogni nem volt időm. Jó, én már átrotálok a nem rotálok át. De átrotálok a következő hardpointra. Ami itt lesz. És már mindjárt vége van. És megölt a saját csapattársam. Köszi szépen, kedves vagy. És most lett meg először a... izém. Specialistem. És megnyertük az első mérkőzésünket, de szerintem csak nagyon szolidan fogom összevágni, mert nem volt ellenfél konkrétan, tehát hárman voltunk. De ahogy látjátok, a csapatunkban mi voltunk a legjobbak az egész játékban, viszont ez a Deadshot gyerek ez jobb volt. És megnyertük az első mérkőzésünket, hogy még egy győzelem, és bejutunk a kettes rangba. És ott vagyunk középen. Na gyerekek, újabb várakozás után itt van a második aréna ebbe az epizódban. Ívek Hardpointot fogunk játszani. És... két ilyen forró ember van. Az ellenfélben nem tudom, hogy hívják ezt a srácot. De én továbbra is ez a minigános Chávez leszek, nem tudok beszélni. És a Kudával fogunk játszani, és megpróbáljuk megnyerni a másodikat is. Hogy feljössünk kettőbe, vagy kettes rankra. Kicsit az olyan, mint a Hearthstone-nak a ranked szisztéme, csak ott 20-ról indulsz, itt pedig alulról indulsz, nem felülről. Hoppá, ott a double kill. Király, van egy Chavez, aki a... és már megint hárman vannak. Hát ezt nem hiszem el, hogy már megint kilépett egy tőlük. Egyszerűen úgy néz ki, hogy túl jó vagyok. Hoppá! Miért lőtt le a saját csapattársam? Ma megint lövöldözik a saját csapattársam rám. Nem tudom, hol a következő hardpoint, elindulok erre, hát ha. Nem, mert arra van, király. De menj már be a hardpointba valaki, hát ne legyetek már retardáltak. Hát, ez jó volt. Hát, nyertünk. Az biztos. És... oké.
Tehát rang 1-2 csillagon vagyunk ezek után. Na jó van gyerekek, ennyi lett volna ez az epizód, mert egyszerűen nem találunk még egy mérkőzést, de majd a legközelebb játszunk még két mérkőzést, és remeteg nem fognak képni az ellenfelek, mert nem leszek olyan rohadt jó, úgyhogy köszöntöm szépen a figyelmet, én Pénfu voltam, és a viszont hallásra.